Jó estét kívánok! Önök az Apropót, az Ózdi Városi Televízió hetente jelentkező közéleti magazinját látják. Mára is színes témákkal készültünk önöknek. Mindenek előtt nézzük, mi vár ránk a következő fél órában. Folytatjuk bűnmegelőzési sorozatunkat. Adventi koszorúk készültek a Bolyoki Egyház közösségben. Több mint 1000 mackó az olvasóban. Folytatódik bűnmegelőzési sorozatunk, ezúttal arról lesz szó, hogyan kerülhetjük el az áldozattá válást az ünnepi időszakban is. Vendégem Kis Tamás, az Ózdi Rendőrkapitányság hivatal vezetője. Jó estét! Jó estét. Ugye az adventi időszak már vasárnap elkezdődött, és városunkban is most már évek óta hagyomány az adventi vásár, a karácsonyi forgatag. Mire figyeljünk, hogyha ilyen vásárba megyünk, nem csak itt Ózdon, hanem bárhol az országban, külföldön, hogyha nagyobb tömegbe készülünk? Ha nagyobb tömegbe készülünk, mindenképpen óvjuk értékeinket. Ruházatunk belső zsebébe helyezzük el pénztárcánkat, mobiltelefonunkat, táskánkat mindenképpen fordítsuk olyan helyre előre, hogy jól lássuk, ahhoz idegen személyek ne férjenek hozzá. Ha már ilyen nagy forgatagban a baj megtörténik, nem próbáljuk azonnal keresni, jegyezzük meg, hogy hol álltunk, hol voltunk, esetleg ki volt mellettünk, és rögtön értesítsük a hatóságot, aki jogosult ennek az eltulajdonított tárgyaknak a felderítésére, illetve a nyomozás lefolytatására. Egyébként mit mondhatunk el, hogy milyen módszerekkel dolgoznak a zsebtolvajok? Igazából teljesen változó és hatalmas nagy palettájuk van, kicsalva értékeinket próbálnak pénzt felváltani, próbálják tőlünk az időt megkérdezni, vagy esetleg csak próbálják, ha fizetünk valahol árusnál, ne nagy készpénzzel fizessünk, mert kikaphatják kezünkből. Ilyen módszerekkel szoktak általában dolgozni, kihasználva figyelmetlenségünket, illetve a nagy tömeg vonzását. A rendőrség hogyan készült fel erre az ünnepek előtti időszakra, amikor ugye a bevásárlóközpontokban is nagyobb a roham, illetve az említett vásárokban is nagy tömegek vannak egyidejűleg egy helyen? Kollégáim megerősített szolgálatban, civil ruhában is jelen vannak a bevásárlóközpontok, illetve a nagy tömeget vonzó események környékén. Óvjuk, illetve vigyázzuk a közrendet, illetve a közbiztonságot nagyobb létszámban és több óraszámban, mint a megszokott. És ugye, hogyha valaki elutazik azért, hogy részt vegyen egy ilyen karácsonyi vásáron, ugye népszerű lehet az is, hogy külföldre mennek, vagy ebben az időszakban ugye sokan járhatnak síelni, gyerekeknek is szünidő van, így esetleg rokonlátogatást, többnapos rokonlátogatást is beiktathatnak a családok. Milyen óvintézkedéseket tehetnek, hogy abban az időszakban, amíg őrizetlenül hagyják otthonukat, addig ne következzen be semmilyen baj? Kezdeném azt azzal, hogy sokszor felhívtuk már, illetve felhívtam már a lakosság figyelmét arra, bárhová utazunk rokonlátogatóba, a karácsony alkalmával többnapos rokonlátogatóba, vagy egy síelésre, szilveszterezésre, ne rögtön, ha posztolni szeretnénk a közösségi médián, ne rögtön azonnal onnan posztoljuk, hogy mi most itt vagyunk, és 4 napig és 5 napig nem vagyunk idehaza, mert előszeretettel az ilyen személyek válhatnak áldozattá, felhívva a figyelmet arra, hogy ők nincsenek otthon, és lakásuk őrizetlenül marad. Sajnos a közösségi médián már minden megjelenik, mindenkinek olyan ismerősi, több ezeres ismerőse van, aki között biztos van olyan személy, aki nem odavaló, vagy nem ismeri. Úgyhogy semmiképpen ne posztoljunk olyan helyekről, ha nem vagyunk idehaza. Vagy ha már mindenképpen mi a közösségi médián ki akarjuk tenni, hogy mi külföldön síelünk, nyaralunk, vagy éppen strandolunk, akkor azt akkor tegyük, amikor már visszaértünk, illetve a lakásunkban otthon vagyunk. Amennyiben elutazunk, és mi mégis a közösségi médián ezt ki szeretnénk rakni, akkor bízzuk meg valakit, hogy maradjon a lakásunkban, felügyelje annak a biztonságát. Jó szomszédra, barátra, rokonra, családtagra bízzuk a lakást, hogy azt rendszeresen figyelve legyen ott. De ugye baj sajnos akkor is érhet minket, hogyha éppen otthon vagyunk. Gondolok itt a úgynevezett trükkös csalókra, vagy az unokázós csalókra. Ugye most hallani arról, hogy a környéken megint felütötte a fejét az a módszer, hogy valakik akár szerelőnek, akár szolgáltató munkatársainak adják ki magukat, és így próbálnak haszonhoz jutni. Ellenük mit tehetünk? Kit engedhetünk be nyugodt szívvel a lakásunkba?
Sajnos az ünnepekre való tekintettel sok olyan szociálisan, a szociális érzékenységet kihasználó ember van, hogy az ünnepek, meglágyul az ember szíve, gyűjtenek, adományt gyűjtenek, ilyenkor minnyáján kicsikét az ünnepekhez való közelettével, vagy az ünnepek alatt adakozóbbak vagyunk, de sajnos ezt kihasználják ezek az emberek, akik bármilyen civil szervezetnek, vagy egy egyesületnek a munkatársának adják ki magukat, jóhiszeműen mi beengedjük a lakásba, és akkor több ezer, tízezer forintot kicsalnak tőlünk támogatásgyalánt, vagy elveszik a figyelmünket, és másod vagy harmad magukkal a lakás különböző pontjáról értékeket vonnak el. Én itt felhívom a lakosság figyelmét, hogy minden esetben győződjünk meg arról, hogy kit engedünk be a lakásunkba. Minden ilyen szervezetnek, szerelőnek, közműszolgáltatónak, a munkatársainak fényképes igazolványa van. Ha mégis kételkedünk, kérjük el a nevét, beosztását, telefonos elérhetőségét a cégnek, és győződjünk meg róla, hogy valóban abban az időben azt a szemét küldték-e ki hozzánk, illetve próbáljuk szomszédainkat segíteni azzal, hogy megjegyezzük a hozzánk érkező autó telefonszámát, rendszámát, illetve elkérjük a telefonos elérhetőségét annak a szervezetnek, aki hozzánk jött, illetve próbál tőlünk adományt, pénzt, akármit kérni. Ugye azt is említettük, hogy léteznek az úgynevezett unokázós csalók, akiknek többféle módszere van persze, de előszeretettel nyúlnak ahhoz, hogy úgy keresnek fel időseket, egyedül élőket, mint hogyha azoknak az unokája rajta keresztül kérne segítséget, pénzbeli segítséget. Ellenük mit tehetünk? Sajnos hallottunk már erről is, illetve a városunkban is volt már rá példa, hogy áldozattá vált néhány idős személyünk, ahova jól szituált férfi, nő vagy egy csapat bejelentkezett, hogy az unokája bajba került, azonnal nagyobb összegű készpénzre van szüksége. A jóhiszemű nagymama, nagypapa, nagyszülő rögtön segít az unokának, ez gyanánt átadja a nagyobb összegű készpénzt a számára teljesen idegen embernek. Itt is a lakosság figyelmét arra hívom fel, ha baj van, ha ilyen szituációba keveredik, mindenképpen hívja fel az unokát, mindenképpen hívja fel a fiát, lányát, akinek a gyerekéről szó van, és győződjön meg arról, hogy valóban van-e probléma, van-e gond, és ezt követően adjon pénzt, de ez minden ilyen eset nagyfokú becsapásra ad okot, illetve hogy károsodunk ezáltal. Ilyenkor az ünnepi időszakban, ami még fontos lehet, hogy sokan beszerzik az ajándékokat, a karácsonyi ajándékokat, már most azért egyre inkább trend az, hogy nem feltétlen boltba mennek, hanem interneten rendelnek. Az internetes rendelésnél milyen veszélyeknek lehetünk kitéve, hogyha nem vagyunk elég körültekintőek? Sajnálattal tudatom, hogy az Ózi rendőrkapitányságon és ennek illetékességi területén több hasonló csalás sorozattal találkoztunk már. Itt a lakosság figyelmét szintén arra hívnám fel, hogy csak igazolt helyről, nagy webáruházról, ami a médiában is szerepel, reklámokban, ahonnan visszatudjuk az árunak az eredetét keresni, illetve igazolni, számlát tudnak adni, onnan rendeljünk. Ha már mindenképpen használt dolgot szeretnénk, vagy nem hiteles forrásból, előre pénzt soha ne utaljunk, próbáljuk meg csak azt követően kifizetni a megkapott tárgyat, hogyha meggyőződtünk annak valódiságáról, illetve visszatudtuk ellenőrizni azt, hogy az honnan érkezett. És ugye nem csak az ünnepi időszak miatt tér el a december az év többi hónapjától, hanem a hosszúra nyúlt enyhe ősz után most már megérkezett ide a hó is térségünkbe, csúszósak az utak. Mit lehet tanácsolni a közlekedőknek, hogyha autóval, vagy hogyha gyalog indulnak útnak? Kezdjük talán előbb az autósokkal. Így van, ahogy említette, hirtelen beköszöntött a tél, a téllel jött a hó. Sokan nem voltak felkészülve erre a hatalmas nagy időjárás változásra, hogy havazik és csúszik az út. Sajnos az Ózi rendőrkapitányság illetékességi területén nagyon sok személyi sérüléssel, illetve anyagi kárral keletkezett balesetünk volt az elmúlt időszakban. Itt a lakosság figyelmét mindenképpen felhívjuk arra, hogy ha még nem tette meg, téli gumiabroncsra cserélje le a nyári gumiabroncsát, életeket menthet. És itt kanyarodunk ki a
gyalogosan közlekedőkre, akik a gyalogátkelő helyen áthaladás előtt jól győződjenek meg arról, hogy az az autós meg fog-e állni, illetve meg tud-e állni, megfelelően választotta meg a sebességet, és ha már elhaladt az autós, legyünk mi is türelmesek, tudjuk, hogy nekünk van elsőbségünk, de mindenkit hazavárnak, mindenki haza szeretne menni, így kellő körültekintéssel és biztonsággal haladjon át a gyalogátkelő helyen, és a gépjárművezetők figyelmét is felhívom a megnövekedett baleseti helyzetre, illetve a mínuszfokokra, a jól megválasztott sebességre figyeljenek oda. Fontos a láthatóság is olyan értelemben, hogy mind mi magunk láthatóak legyünk a közlekedés többi résztvevője számára, és hogy mi is jól lássuk a forgalmat, ami körülöttünk zajlik, mit tehetünk ennek érdekében. Ha gyalogosként közlekedünk az utakon, ne szégyeljük felvenni a jó láthatósági mellényt, esetleg fejlámpát, különböző olyan prizmákat, amit a kollégáim osztogattak a kisiskolásoknak, illetve a közlekedésben résztvevő személyeknek. Ezzel tudunk vigyázni a saját és mások testi épségére is. Közlekedőként, gépjárművel látni fogjuk azt, aki előttünk van. Az interneten nagyon sok ilyen videó van, hogy 50-100-200 méterről mennyire jó kiszúrható az a személy, jó látható, aki ilyen láthatósági mellényt visel, és mennyire nem látható az, akinek a ruházata beleolvad a környezetébe. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogy ebben az időszakban viseljünk ilyen ruhákat, és vigyázzunk egymás testi épségére. És a beszélgetésünk vége felé közeledve még egy téma lenne, amit fontos érinteni, ez pedig a hétvégi házas övezeteknek a helyzete. Hogyha jól tudom, akkor a rendőrség az jelenleg is akciót folytat ezekben a területekben. Így van, a társszervekkel együtt, a polgárőrséggel és a városi rendészettel karöltve folyamatosan jelen vagyunk a hétvégi házas övezetekben. Kollégáim és a társszervek munkatársai napi rendszerességgel járnak ki az Ózdi rendőrkapitányság és annak illetékességi területén lévő hétvégi házas övezetbe, ahol a tulajdonosok már a tél beköszöntével oda nem tudnak kijárni, értékeire nem tudnak megfelelőképpen felügyelni, így kollégáim teljesen márciusig jelen lesznek, civil ruhában, egyenruhában, polgárőrökkel, városőrökkel, rendészekkel az ilyen és ehhez hasonló helyeken. Ezeken a területeken egyébként melyek a jellemző jogsértések? Itt betörésre, lopásra kell gondolni? Általában a tulajdon elleni szabálysértések, bűncselekmények, kisebb lopások a jellemzők. Ugye az értékeiket ekkor már ahogy a lakosság figyelmét korábban felhívtuk, vigyék haza a nem lakott hétvégi házakból. Igen, általában az ilyen betörések, illetve a kisebb lopások a jellemzők ezeken a területeken. Köszönöm szépen a hasznos információkat, és köszönöm, hogy itt volt velünk ma este. Köszönöm szépen. Adventre készülődtek a Római Katolikus Egyház község tagjai Bolyokon. A hívek együtt tevékenykedtek a Rózsafüzér királyné a templom közösségi helyiségében. Adventi koszorút készítettek, a munka és a beszélgetés közben pedig egy jó hangulatú napot töltöttek el. Az év végéhez közeledve szinte mindenki megkezdi a felkészülést az ünnepekre. Nincs ez másképp a bolyoki Római Katolikus Egyházközségben sem. A hívek a Rózsafüzér királyné a templom közösségi helyiségében gyűltek össze,
hogy közösen készítsék el az idei adventi koszorúikat. Gyorsan megragadtuk az alkalmat Szent András napján, így a mai napon szombaton, hogy adventi koszorúinkat elkészítsük, és hogy minden családban ott legyen a méltó helyen, jelezvén azt, hogy van még négy hét karácsonyig. Csak adventi koszorúk készülnek, vagy esetleg más dolgok is? Csak adventi koszorút készítünk. Minden egyes szombaton van játszóház, csak ugye jövő héten munkanap, utána való héten munkanap, utána már annyira karácsony előtti előkészületek lesznek a családoknál, hogy akkor nem gondoltunk szervezni. De régebben, amikor még nem volt munkanap egy szombat sem, így decemberben, akkor minden szombaton más és más dolgokat készítettünk. Azon kívül, hogy készülnek ilyen koszorúk, mire jó ez a mai nap? Csapatépítés. Az egyházközséget szűkebb és tágabb értelemben is összehozza. Együtt vagyunk, jól érezzük magunkat, isszuk a forró, most már langy meleg teát, és beszélgetünk, és együtt vagyunk. Az eseménynek már több éves hagyománya van, így a jó hangulatú délelőttön a közösség számos tagja tevékenyen közreműködött. Az idősebbek mellett a fiatalok is kivették a részüket a munkából. Kreatívkodunk, adventi koszorút készítünk, hiszen már december 1-én meg kell gyűjteni az első gyertyát. Miért jó itt lenni? Hát mert sokan így együtt vagyunk, ugye beszélgetünk, meg nevetgélünk. Hogyan készítitek el ezeket az adventi koszorúkat? Mik a megkötések? Nincs megkötés, mindenki úgy csinálja, ahogy szeretné. Saját fantáziája. Hát, hogy vannak különféle szallagok, faág, toboz, meg ilyesmi. És végül hol fogjátok ezeket a koszorúkat elhelyezni, hova készülnek? Én otthon fogom elhelyezni, a családomnak fogom ajándékozni. Van az eredeti koszorú, azon vannak a gyertyák, a tobozok, meg ilyen kis diók, ilyen kis apróságok, és ezt teszi szépé. Hány gyertya van a koszorún, és milyen gyertyák, azt tudod-e? 4 darab gyertya van általában a koszorún, mivel 4 vasárnap, most kezdődik a hétvégén az első adventi vasárnap, és 3 darab piros és 1 darab fehér van az én koszorúban jelenleg. A közös készülődés végére számos kreatív koszorú készült. A 4 gyertyán kívül felkerültek rájuk fenyőágak, diók, de még kávékapszulából készült harangok is. Voltak, akik a hagyományos színeket részesítették előnyben, de az alkotásnak csak a fantázia szabott határt. A koszorúkat ezután haza is vihették, hogy otthonukat díszítsék velük. Több mint 1000 mackóból nyílt kiállítás az Olvasóban. A vándortárlat megnyitóján egy rövid színdarabot láthattak az érdeklődők. Mici Mackó története elevenedett meg általános iskolásoknak köszönhetően. Ezután kihirdették a Lássuk a medvét rajzpályázat és a Fókuszban a medve fotópályázat eredményét is. Különleges tárlat érkezett városunkba. A főszerepet ezúttal a mackók játsszák. A vándormackók kiállítás megnyitóján először a Kótyom Fitch színjátszókör adta elő a Füles születésnapja című darabot, megelevenítve Mici Mackó, Füles, Malacka és Bagoly történetét a Százholdas pagonyban. Nagyon helyes, te csak énekelj, trallala, örülj az életnek. Örülök is. Van, aki tud. Mi baj? Mi lenne? Olyan bánatos van. Bánatos? Miért lennék én bánatos? Születésnapomban az én legboldogabb napom. Születésnapod van? Nagyon természetes. Hát nem látod? Nézd csak a sok születésnapi ajándékot, amit kaptam. Látod, mennyi torta megtartott csokoládé? Ajándék? Torta?
töltött csokoládé? Hol? Hát nem látod, Mackó? Nem én. Én sem. Ez csak olyan vékony. De igazán születésnapod van? Bizony. Hát akkor gratulálok, még sok-sok születésnapot. Neked is nincs, Mackó. De nekem nincs is születésnapom. Nincs is, csak nekem van. Akkor hát miért gratulálsz nekem? Miért ne? Remélem, te nem akarod magad rosszul érezni az én születésnapomon. Se ajándék, se csokoládé, se torta gyertyával. Még csak egy nyomás üdvözlő táviratot se kaptam. Legalább más ne érezze rosszul magát. Ez minden, amit várok. Ezt követően kihirdették a Lássuk a medvét rajzpályázat és a Fókuszban a medve fotópályázat eredményeit. Jutalmazták a legjobb alkotások gazdáit. A pályamunkák a protokollteremben kaptak helyet. Az eredményhirdetés után az Ózdi Művelődési Intézmények igazgatója nyitotta meg a vándormackók kiállítást. Az Adorján Lajos teremben több mint 1000 különböző plüssmackót láthatnak az érdeklődők. A tárlat gazdái mintegy 17 éve gyűjtik a macikat. Vannak köztük egyenruhába, vagy éppen sportos szerelésbe öltöztetett medvék, de a vitrinek igazi régiségeket és különlegességeket is rejtenek. A gyerekek a 3 méteres brutival fényképezkedhettek, a mesesarokban pedig macis könyvekkel várták őket. Dörmeg, dörmeg, dulful a kicsi medvemért, nincs mindig nyár. Ázik, fázik, járatlan, rengetegve étlen szomjan jár. Bátyja városi mackó lett, van már nevén egy bár. Irgum, burgum, fuss oda, hol a csoda Eldorádó vár. Elszegődnék Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackómat, és elszegődök Budapestre mackónak. Mackóm boldog, 100 féle torta, sonka, kávé, főzőgép. Turmix bébi, nála a mici mackó véle frigyre lép. Minden sarkon egy bocsbolt lett, hódít a medvené. Kórus dörmög, 100 édes mézes mackó, Pesten élni szép. Elszegődnék Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackómat, és elszegődök Budapestre mackónak. Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackómat, és disszidálok Budapestre mackónak. Ennyi fért mai műsorunkba. Az apropóval legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk. Várom Önöket akkor is, viszontlátásra!